Sétálgató beszélgető idősek tolnán. Nem törődve a veszéllyel keresik egymás társaságát. Annak ellenére, hogy a vírus veszély bejelentésekor többen önként vonultak karanténba, ezek nem voltak komoly elhatározások, mondta Barna Györgyi vezető házi orvos. Nem tudom, mennyire voltak ezek komoly dolgok, ezek az önkéntes karanténok, hogy valóban beváltották-e a reményt, amit ez kell, hogy jelentsen. Én azt gondolom, a karanténnak ugye az a lényege, hogy tényleg ne hagyjuk el a lakásunkat. Azért ezek nem így történtek. Barna Györgyi azt mondja, a közelgő húsvét ismét egy próbatétel lesz. Arra számít, az emberek nem tartják majd be a szigorításokat. Félek a húsvéttól, hogy a húsvéti jövésmenés, ami általában jellemző, hogy most vajon ez most meg fog-e valósulni, hogy tényleg az emberek otthon maradnak, és nem jönnek össze, még a családok sem, mert most itt erről van szó. A vezető háziorvos azt mondja, a megítélése szerint komolyabb szigorításokra van szükség ahhoz, hogy az emberek megértsék a helyzet súlyát. Egyértelmű, hogy a kijárási tilalomra lenne szükség, állítja a szakember.